egyeztettek. Fókuszban Zalaegerszeg gazdaságfejlesztési stratégiája. Rezsicsökkentés. Átlagfogyasztásig marad a kedvezmény. Fejlesztés. Zajlik a szennyvíz csatorna rekonstrukció a Mártirók útján. Ez az a Zalaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Háhorváth Gyula vagyok. 2022. július 28-a csütörtök van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Zalaegerszeg és Zala megye Északnyugat-Magyarországi gazdaságfejlesztési zónában betöltött szerepéről egyeztettek ma a Városházán. A találkozón részt vett Szunyiné Bertalan Juditta, a zóna kormánybiztosa. Az eseményről sajtótájékoztatón számoltak be az újságíróknak. Az egyeztetés célja, hogy megalkossák azt a közös stratégiát, ami a város és a megye számára egyaránt fontos az együttműködés szempontjából. Ennek egyik kiinduló pontja az a Zalaegerszeg 2030 gazdaságfejlesztési stratégia, amit a közgyűlés korábban ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangulag elfogadott, emelte ki Balaidh Zoltán polgármester. Pontosan látjuk ennek alapján, hogy 2030-ig melyek azok a fő területek, ahol még fontos lépéseket kell megtenni. Egyrészt ilyen az északi ipari parknak a további bővítése, hiszen az önkormányzati területek elfogytak. Ilyen téma az odavezető új északi feltárútnak a kialakítása és a közművesítés, ilyen téma a lakhatásnak a biztosítása, és ilyen téma a szakképzett munkaerő érdekében az egyetemi, a középiskolai, a technikai és az általános iskolai oktatási szintnek a megfelelő biztosítása. Az eseményen Szunyiné Bertalan Judit kormánybiztos jelezte. A Zalai megyeszékhely a helyi terveket már megfogalmazta, ami jól illik az ország területfejlesztési stratégiájába. Közös cél, hogy a ciklus végére megalkossák a zónák gazdaságfejlesztési stratégiáit. A kormánybiztos úgy véli, Zalaegerszeg pozíciója erős. Nem csak csupán azért, mert megyeszékhely, hanem azért is, mert ebben a megyében, ebben a térségben egy nagyon meghatározó és nagyon impozáns gazdaságfejlesztés indult meg az elmúlt időszakban. Úgyhogy nem csak azért, mert a Zalazón itt épül, nem csak azért, mert nagy volumenű fejlesztések vannak, hanem fekvése, a háttere és egyébként a városi együttműködések miatt hihetetlen jó pozíciója van, úgyhogy meghatározó a megyében és a térségben is. A politikus előnyként értékelte, hogy ebben a zónában több hasonló térségi gazdasági centrum található, ami egyben a régió fejlesztési lehetőségeit is jelenti. Most a legfőbb feladat ezek összehangolása, hangsúlyozta Szunyiné Bertalan Judit. A találkozón részt vett Víg László országgyűlési képviselő, aki a legjelentősebb zalaegerszegi fejlesztéseket ismertette. Továbbra is a rezsicsökkentés megőrzése a legfontosabb feladata a kormánynak. Az infláció és a háborús, valamint energiaválság közepette kell megvédeni ezt az évek óta fennálló kedvezményt. Orbán Viktor miniszterelnök szerint ez megoldható, ám szankciókra Magyarországon is szükség van. Egy finn energetikai tanácsadó cég elemzése szerint Európán belül még mindig Magyarországon a legolcsóbb a villany és a gáz ára. Az emelkedő világpiaci árak mellett is szeretné a kormány megvédeni ezt az állapotot. Így a lakossági átlagfogyasztásig továbbra is mindenkinél megmarad a korábbi ár. E fölött azonban augusztus 1-től a piaci árat kell megfizetni. Ennek értelmében a limit a földgáznál 1729 köbméter, a villamos energiánál pedig 2523 kWh évente. Ebben az esetben a gáz 102, az áram pedig 36 forintba kerül köbméterenként, illetve kilovattóránként. Az átlagfogyasztáson felül úgynevezett lakossági piaci árat kell fizetni, de ez is jóval kevesebb lesz, mint a versenypiaci ár. Ez azt jelenti, hogy a gáznál 1020 forint helyett 747 forintba kerül majd köbméterenként az átlagot meghaladó fogyasztás. Ugyanez az áramnál 268,9 helyett csak 70,1 forint lesz Magyarországon. Jelentősen megemelkedtek a januári számlák, igen, tovább tartott a tél, sokkal több ideig kellett fűtenünk, fűtési szezon kitolódott. A januári gázszámláját nézi Antal Géza. Ennél már magasabb költségekkel számol a zalaegerszegi család a következő időszakra. Ők is, mint sokan mások, felkészülten várják a következő hónapokat.
Hogyha bejön a fűtési szezon, akkor egy kicsit visszavesszük a hőmérsékletet, és amikor napközben nem vagyunk itthon, akkor nem 21 fokon tartjuk a termosztátot, hanem mondjuk 20 vagy 19-en. Az Antal családnak napkollektora már van, ám a napelemes rendszer kiépítésén is gondolkodnak. A család dolgaiba már nagyobbik fiúkat is bevonják, együtt hozzák meg a döntéseket. Leültünk a feleségemmel, és megbeszéltük, hogy felkészülünk a fűtési szezonra, egy kicsit megszorításokkal, mégpedig úgy, hogy veszünk vissza az átlaghőmérsékletből mindenképpen, napi átlaghőmérsékletből, mikor nem tartózkodunk itthon, iskolában vannak a gyerekek, dolgozunk, akkor visszaveszünk a hőmérsékletben a termosztáton 1-2 fokot, az kibírható szerintem, meg tűrhető, viszont eléggé lehet vele gazdaságosan fűteni, mert az már valamennyire csökkenti az gázszámlákat. A versenypiaci árhoz képest még így is jelentős összegeket spórolhatnak meg a magyar családok. A rezsicsökkentés megvédése mellett így módon a gáz esetében a megtakarítás mértéke éves szinten több mint 1,5 millió, míg az áramnál közel 600 ezer forint. Így összesen több mint 2 milliót spórolhatnak a megmaradó rezsicsökkentéssel a magyar családok. Zajlik a Szennyvíz csatorna rekonstrukció a Mártirok útján. A tavaly szeptemberben indult előkészületeket követően nagy szakmai összefogás eredményeként a munkálatok kedden kezdődtek. Az alkalmazott technológiának köszönhetően a szakemberek gyorsan haladnak a vezetékek felmérésével, tisztításával és bélelésével. Éppen a bélelő anyagot fűzik be a meglévő csatornába. Ez a különleges anyag az eredeti vezetékre tapadva olyan szilárdságúvá válik, hogy a korábbiaknál jóval hosszabb élettartamban szolgálja majd a városlakókat. A fejlesztés időszerű volt. Ez egy több mint 60 éves betonszennyvíz csatorna, szennyvíz agresszív, és tulajdonképpen tönkrement. Tehát az azt jelenti, hogy nem vízzáró, illetve statikai állékonysága is problémás. Hogy nem vízzáró, az ugye két problémát is okoz, az egyik a szennyvíz kijuthat a környezetbe belőle, illetve magas talajvizáláson meg a talajvizet szállítjuk a szennyvíztisztító telepre, ami ugye felesleges többletköltség. Azért, hogy csökkentsék a munkálatokkal járó kellemetlenségeket, a kivitelezők a legmodernebb megoldást alkalmazzák. Az itt élőknek nem kell hónapokig a felásott földkupacokat és a feltört aszfaltot kerülgetniük, mert a már meglévő csatornát hozzák rendbe. A meglévő szennyvíz csatornába különleges bélelőanyagot fűzünk be a kitakarítása után, és ez forró vízzel rátapad majd a meglévő szennyvíz csatornának a falára, kikeményedik, és gyakorlatilag egy sokkal jobb minőségű szennyvíz csatornát kapunk, mint akár egy új műanyag csatorna. A beruházás 400 millió forintból a város önkormányzatának finanszírozásában valósul meg augusztus végéig. Addig összesen 1,5 kilométernyi csatornát korszerűsítenek, és 73 aknafedlapot cserélnek ki a Mártírok és a Petőfi utcában. Az első ütem péntek estére elkészül. A környéket érintő forgalomkorlátozásokról az Alavíz ZRT közösségi oldalán lehet tájékozódni. A munkálatok előre haladtával a következő napokban a Mártirok útja az Eötvös József utcától a Kisfaludi Sándor utcáig egyirányúvá válik. A Kisfaludi utcától nem lehet a Mártirok útjára behajtani, valamint lezárják a Petőfi Sándor utcát a Mártirok útja kereszteződéstől a Vizslaparki út irányába. Zalaegerszeg mellett mostantól Nagykanizsán is modern irodában fogadja ügyfeleit a Trenkfalder cégcsoport. A 70 négyzetméteres korszerűen felszerelt létesítményt ma avatták fel. Fő profiljuk a munkaerőkölcsönzés és közvetítés, illetve a fejvadászat. Az álláskeresőknek HR szolgáltatásokat nyújtanak. Emellett támogatják a diák, valamint a nyugdíjas foglalkoztatást. Nagyon szép eredményeket produkálunk, hála Istennek, ennek is köszönhető ez az új szép iroda itt mögöttem gyakorlatilag. Egy nagyságrendileg kétszer akkora irodába költöztünk át a napokban. Ez főleg a partnerek bővülésének köszönhető, illetve arra, hogy minőségi jó szolgáltatást tudunk azt gondolom biztosítani a partnereknek, és egyre több megrendelést és megkeresést kapunk a régióból. Jövő befektetői elsősorban nem a gigaberuházók lesznek, hanem egy pár száz fős kis összeszerelő üzemek, akik elsősorban a minőségi munkaerőre fognak építeni. Tehát mi úgy képzeljük el a nagykanizsai iroda jövőjét, hogy nem volumen
üzletek lesznek, hanem komplex, magas hozzáadott értékű szolgáltatást kell adni. A cég aktív részese a munkaerőpiacnak, innovatív megoldásokkal segíti partnereit és az alai városok közösségét. Természetesen ugyanúgy elérhetőek a külföldi munkavállalók, akár Kelet-Európából, akár Ázsiából is meg tudunk szólítani munkavállalókat, de terveinkben az szerepel, hogy potenciálisan elsősorban a helyi munkaerőre fogunk építeni, és ezért újabb szolgáltatásokat tervezünk. Zalaegerszegen már van egy saját összeszerelő üzemünk, amit mi működtetünk, tehát nem kölcsönzött munkavállalók vannak, hanem mi vállaljuk a bérgyártást. A jövő befektetői elsősorban a minőségi munkaerőre építenek. Az iroda továbbra is nekik, valamint az álláskeresőknek nyújt majd egyértelmű segítséget. Pénteken is várják a retro véradó hétre érkezőket a területi vérellátóban. Zala megyében 200 egységnyi a napi vérigény. Annak érdekében, hogy ez mindig a kórházak rendelkezésére álljon, 40-50 főnek kell vért adni a naponta. A donorokat a véradó héten július 29-én délig fogadják, ezt követően pedig a megszokott rendszerint hétfő reggel 8-tól 3-ig, csütörtökön pedig 17 óráig. Aki a szükséget egyszer is érezte már, az tudja, mit jelent adni. Hangzott el a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Zala megyei búzagyűjtő ünnepségén. A Tüske-Szentpéteri Malom udvarán tartott eseményen a hagyományoknak megfelelően az egyházak képviselői megáldották az eddig leadott mennyiséget. A résztvevőket Csabján Krisztián, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala megyei elnöke köszöntötte. Mint mondta, a Zalában 6 ponton folyik a gyűjtés, és évek óta több mint 200 szervezet kap csak a megyében a lisztből. Arra kérte a gazdákat, aki teheti, segítsen. Az idei évben a zalai 5,56 tonna per hektáros búza átlag az egyik, hanem a legjobb az országban. Kérem a gazdákat, ha az Úr és az égiek a kegyesek voltak hozzánk, akkor mi is adjunk vissza belőle. Süle Katalinának alelnöke, a Zala megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke beszédében az összefogás erejét hangsúlyozta. Györfi Balázs, annak elnöke, a tavalyi év sikereit emelte ki. 37 tonna búza gyűlt össze a tavalyi esztendőben, és több mint 200 gazda vett részt ebben a programban. Ez jól mutatja, hogy van fogékonyság a gazdatársadalomban arra, hogy amikor szükség van, akkor odaálljunk azok mellé, akiknek meg kell fogni a kezét. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke megköszönte a 12 éve útjára indult kezdeményezésben résztvevő gazdák nagy lelkűségét. Mint mondta, a kezdeti 10 tonnától már az 1100 tonnát meghaladó adományig jutottak. Az önzetlen adakozáshoz évről évre többen csatlakoznak. Hangsúlyozta, az összefogásra egyre nagyobb szükség van. Most a 15 millió magyar érzi azt, hogy hihetetlen, nem csak kihívások előtt állunk, hanem most egy olyan tragikus helyzet előtt állunk, vagy közben vagyunk már, amikor egy Covid után egy a szomszédunkban dúló háború borzalmait tapasztaljuk meg. Az ünnepség az eddig beérkezett búza és az Zala megyei Gazdakörök Szövetsége zászlajának megszentelésével, illetve megáldásával zárult. Az idei felajánlásokat továbbra is várják. Az adományokat augusztus 5-én Hajdunánáson öntik össze, melyből idén is megsütik a nemzet kenyerét. A kenyérszentelőt augusztus 20-án Keszthelyen tartják. A pénteki NB1-es bajnoki nyitányra készülő ZTFC együttese bejelentette, hogy újabb 2 évvel 2025 nyaráig meghosszabbította középpályása Tajti Mátyás szerződését. Tajti 2 esztendeje érkezett Zalaegerszegre, de a 24 esztendős játékos igazából a legutóbbi szezonban vált az együttes alapemberévé. A hétvégi Milán elleni mérkőzésen, amit csapata 3-2-re megnyert, emlékezetes nagy gólt lőtt az olasz bajnok kapujába. Pénteken Benk Dénes humorest és Top Gun filmvetítés lesz a Kertmoziban, a Liszt iskolában. A rendezvény ingyenes, kapunyítás 19:30-kor lesz, a program 8:30-kor kezdődik.
Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Egyeztettek. Fókuszban Zalaegerszeg gazdaságfejlesztési stratégiája. Rezsicsökkentés. Átlagfogyasztásig marad a kedvezmény. Fejlesztés. Zajlik a szennyvízcsatorna rekonstrukció a Mártirók útján. Ez volt az Zalaegerszegi Televízió híradója 2022. július 28-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb pénteken este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!